A 8. országos groteszk kiállítással kezdődött a festővárosa. A Kaposárd Képző és Iparművészeti Egyesület által meghirdetett pályázatra minden eddiginél több, közel 300 alkotás érkezett határon innen és túlról. Közülük mindegy 200-at választott ki a szakmai zsűri a tárlatra. A groteszk, a torz és az életnek a visszásságait, az emberi tulajdonságok visszásságait, a társadalom visszásságait. Tehát nagyon sok mindent próbál olyan módon nekünk közvetíteni a művész lelkén keresztül, amivel hát próbálja felhívni a figyelmet olyan dolgokra, amelyek más különben esetleg nem kerülnek szóba. Itt mögöttünk is egy groteszk alkotás van, Csontváry Kosztka Patika, tehát már az elnevezés is rendhagyó. Mitől más, mitől érdekes ez a szakember számára ez az alkotás? Ugye kiindulási pont Csontváry Kosztka van. Hát, hogyha jobban megnézzük, akkor ugye ez a Csontváry életét, ha ismerjük, ugye, hogy ő patikusból lett festőművésszé, és tulajdonképpen már az élete delén történt ez a hirtelen változás, amikor ráébredt arra, hogy ő ennek élménynek született. Most itt a kettő összevonása látható, mert ezekben a kis üvegcsékben ugye a festményeiből vannak olyan alkotásaiból részletek, amelyek, hogy egy jó kis társasjátéknak is megfelelnek, hogy találjuk ki, hogy honnan valók ezek a jelenetek. Meghökkentő munkából és elgondolásból akad bőven az Agora Kulturális Központban nyílt tárlatom. Mindenféle műfaj megjelenik. A festészettől, a grafikán keresztül, az objektekig és a különböző sajátos megoldásokig, amelyekben olyan anyagokat használnak fel az alkotók, amelyek esetleg más műfajban, más kiállításokon nem jelennek meg. Designed by cars. Szalai Pál munkái mitől rendhagyóak, mitől érdekesek? Ön alá el kell mondani, hogy ugye mivel mi 1991 óta hirdetjük meg ezt a pályázatot, és triennáliként működik, ő már több alkalommal részt vett és a pályázaton, és mindig valami érdekességet mutatott be, és gyakorlatilag itt a megjelenítés, például ami itt látható, ez a Szent György és a sárkánynak a megfogalmazása egy teljesen sajátos színvilágban és formátumban jelenik meg, ami egyben komikus is, másrészt pedig hát az ő gondolatait próbálja megjeleníteni, és még egy nagyon érdekes, hogy a groteszségét még mi adja, hogy ez mind a három alkotás, amit látható, ezek ilyen hinta, hát most ez sárkány, de a többiek hintalagon van.